gondolom mindenki érzi a bőrén, hogy miért jöttünk itt össze, és miről akarunk beszélni. Egy olyan tábla láplát sikerült elhelyezni a gombosiak kárára, amely szintén azt szolgálja, hogy megnehezítsék az életüket. Tulajdonképpen én nem titok már talán, írtam egy nyílt levelet a Szabó Zsolt úrnak, ezt közzétette a média, és abban gyakorlatilag, amit most megismétlek, ez itt nem egyéb, mint gettósítás. Márpedig én úgy tudom, hogy a gettósítás az bizony egy rossz emlékű rasszizmus. Úgy gondolom, hogy ebben az országban ma, ahol demokratikus rend van, ott senki nem írhatja felül a törvényeket. Senki nem tehet olyat, amely itt egy lakóközösség kárára szolgál, különösen akkor nem, amikor a megelőző eszközök, amiket a ti elültözésetekre akartak használni, már ugye a törvényes módokon nem sikerült. Én abban is pontosan tisztában vagyok, hogy Szabó Zsolt polgármester úr mentelmi joga van. Tehát az ő személyében csak akkor tudunk bármit tenni, ha ő támad meg bennünket. Ugyanis minden más esetben a mentelmi joga mögé bújva nem tudjuk. Tehát nekünk most közvetíteni a kérésemet, mindenki kéréseit, Tibi, szeretnénk kérni a Schneider Tamás úr segítségét, hogy az ügyvédet legyen olyan kedves számunkra újra megkérni, és adni egy időpontot, mert ehhez viszont már ügyvédi tudás kell. Kell valamit tenni, kell valamit lépni, hiszen a épített környezettől szóló törvénnyel ez ütközik. Ez előírja, hogy nem lehet olyan visszamenőleges bármilyen akadály, ami az ott élő emberek életét akadályozza. Márpedig itt ez a tábla, itt nagy családos emberek vannak. Ugye komolyan gondolják, hogy kézbe fognak szaladni egy beteg gyerekkel, vagy kórházba kell vinni? Komolyan gondolják, hogy mozgáskorlátozottakat kizárnak, hogy ne tudjanak akár a rokonaikat, vagy az itt élő mozgáskorlátozottak, ne tudjanak még kisemelni. Megfontolatlan, meggondolatlan dolog. Én nehezen mondom ki, de a polgármester úr sajnos elfelejkezett a szociális érzékenységről. Itt választott funkciója van, mi választottuk tisztelettel. De nem ezért, azért választottuk, hogy a polgármester segítse az itt élők életét, ne megkeserítse, segítse. Neki ez a kutya kötelessége. Azt gondolom, hogy konzultálni kell ügyvéddel, és ennek az egész történetnek a folytatását ügyvéden keresztül vele konzultálva, és hangsúlyozom, csak a jog útján haladva és megmaradva, mint ahogy eddig is tettük, úgy kell tovább lépni. Én nekem erről ennyi lett volna mondani való. Annyit azért hozzáfűznék én is, hogy ez a mentelmi jog mögé bújás, ez nem hatalmaz föl senkit arra, hogy törvénytelen dolgokat csináljon. Természetesen, de élhet a mentelmi jogával, hogyha személyében támadja. Én úgy gondolom, hogy ugye nem véletlenül nem hozták még nyilvánosságra azt a határozatot, amit az országos műemlékfelügyelet küldött nekik. Na most ez
Ez csak az én véleményem egyébként, de valószínű, hogy egyezik a tietekkel is. Tehát valószínű ezt a csatát vesztették. Na most példát véve nagyjairól a parlamentbe, most próbálnak itt helybe is erőből megmutatni, hogy ők mire képesek. Tehát már most, ha jobb nem megy, erőből kitesszük a táblákat, aztán majd valami lesz. Természetesen nem hagyjuk ennyiben, fogok a Schneiderről a konzultálni, és ügyvédi segítséget természetesen biztosítjuk. Megköszönjük a segítséget. Köszönjük. A Jobbik mozgalomnak.